Itt vagyunk a Supersize-ban, ahol forgatjuk az AVS és Cloud9 Plus-nak az új közös videóklipjét. Reggel 10-kor volt találkozó, lazább 11 óra van, a zenekar most érkezett meg, de a dal még nincs kész. Már volt eddig egy verzió, úgyhogy most nézzük meg, hogy lent próbálják a srácok megszűrni. Cloud9 kitalálták, hogy feldolgozzák a Wizlet nyarat, és még akkor beszélgettünk arról a Mixi-vel, hogy tök jól lenne egyszer egy közös tracket tolni. Annyira összeillik ez a két brigád, hogy nagyon szerettünk volna egy közös turnét is csinálni, és hogyha már közös turnék van, akkor miért ne csináljunk még egy közös dalt? A Jumo is bekerült a képbe, hogy milyen jó lenne, hogyha még az ő tudását is beleraknánk valamilyen szempontból. Meg van pár közös viszkink is, ezért is gondoltuk, hogy... Tök nagyon szeretnek viszkit inni, mi is nagyon szeretünk viszkit inni, és ezért íródott a közös dal amúgy. Kb. Egy évvel ezelőtt a Zsolti meg az Örs egy közös italozás során kitalálták, hogy csináljuk. Még nem szoktunk inni. Nem szoktatok inni. Egy közös kis bulizás során kitalálták, hogy csináljunk egy ilyen Cloud9 remixet a Wizlet nyárból. És ez annyira jól sikerült, hogy utána nem tudtunk betelni az élménnyel, és csináljunk egy közös számot. Lesz egy közös turnénk, egy bearangozó trackként alakult szerintem ki ez így, hogy ez mind a három előadó vegyen benne részt. És nekünk már volt egy tök jól elsült közös kollaborációnk a zenekarral, ami nagyon-nagyon jól sikerült, és ezért még a Jumo becsatlakozott, hogy ha már így együtt csináljuk a bulikat, akkor legyen már egy szám is. Mondd, mi az, amit látsz, elkezdődik az előadás, csikorog a padló, bomlik a rend, táncol a dopamin az idegekben, nincs több kontroll, szabadon az agya, képzelgésed, te magad vagy, van káosz, dominál, nem lesz rend, borzik a véred a testedben, és cseh! Nagyon szeretek az Örs egy színpadon lenni, mert annyira felhúzuk egymást, így nem láttam még egy olyan őrültet, mint ő. Felizgatjátok egymást a színpadon. Egyszerűen folyamat izgatjuk egymást a színpadon. És nagyon jól működik tényleg ez a kollab, úgyhogy zseniálisan oda van rakva így a track, úgyhogy szerintem ez a közös szám is élőben oltári nagyot fog csapni, mert olyan megürülés lesz a színpadon, hogy azt el nem lehet képzelni. Színpad korom se cét, mindenki keresi az ösztönét, túl nagy a pánik, hello agónia, fokozódik a klaustrofóbia, nincs menedék, nincs hova bújnod, nincs aki nyújtsa a támasz, csak magadba bízza az ember, jobban idő előtt felállt. Tehát izgalmas maga a dal, az arról szól, hogy milyen volt az első koncertélményünk. Szerintem azért mindenkinek, hogy milyen az, amikor először elmész egy ilyen buliba, hogy először megijedsz, félsz, aztán megint magában rájt az egész élmény. És arról szól, hogy aztán igazából ez mindannyiunknak az élete részévé vált, az, hogy már nem tudunk nélkül élni, és ez az, ami igazán szabadságot és boldogságot ad nekünk, és a külvilág az meg teljesen lényegtelen megszámít. Mondd, mit vártál, mikor idejöttél, nem hátráltál, ez a hely nyomasztó, de kebelezd be, kritikus dózis az ereidbe. Le kell rombolnod önmagad, hogy megtaláld végre, hogy ki vagy, és ha lesz egy sebed, ami felszakad, majd senki se lesz, aki megsirat. Viszont régülre visszanyúlik ez az ismerettség, és nagyon veszélyes összereszteni ezt a két brigádot, mert nagyon egy hullámhosszon vagyunk. Úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy mi sül ki ebből a mai estéből. 666 MHz a hullámhoz. Itt a vacsora! A klipnek a koncepciójáért a Tokai Péter volt a felelős. Nekem azt tetszik nagyon ebben, hogy ő úgy fogta meg ezt az egész produkciót, hogy tényleg azt szeretné az emberek elé tárni, hogy itt most egy tök őszinte együtt dolgozás és egy ilyen együttműködés történik. Azt kell csinálni, ezt legjobban értünk, ez pedig a baromkodás, az ivás, meg a spanolás.